Köszönjük Kárpáti Rebekát és Héja Krisztiánt. Sziasztok. Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! És hát 21. század, tombola, Tinder, a különböző közösségi portálokon való ismerkedés. Mit gondoltak erre, Rebeka? Szerinted van jövője annak, aki ilyen húzogatos applikáción találja meg az igazit? Szóval igen, egyébként én már láttam sok pozitív példát. Van az ismerőseim között olyan, akik így találkoztak, és már évek óta együtt vannak, és nagyon jól vannak, de nyilván én azt gondolom, hogy egy embernek, aki egy ilyen oldalra regisztrál, nem az a célja, hogy most éveken át tartó kapcsolatot. De akkor mi a célja szerintem? Hát én szerintem ezek ilyen tényleg, mint a szemétbe kidobott egy éjszakás, vagy tényleg egy ilyen könnyű... Jó, hogy azért húznak zöldet, hogy igazából együtt létre húznak zöldet, nem pedig egy macsoknak? Ezt olyan ártatlanul kérdezed, mint hogy soha nekem nem hallottál volna ilyen. Nekem már újságírók többször felírtak, hogy fenn vagyok ilyen olyan oldalakon, és akkor mi van, ha fenn vagyok? Persze valaki gondolom használja a képeinket. Mi van, ha visszajönnek mondjuk a te fotóddal, és én azt gondolom, hogy Kárpáti Rebeka húzott rám egy zöldet. Hát én ilyen sztorikat is hallottam már, hogy ugye elmész találkozni, és baromira nem az a csávó van ott, ugye, aki a képen. Tehát, hogy ilyen, ez szerintem veszélyes egy kicsit. Nem tudom, veled mondjuk történt már valami hasonló? Aha, igen. Pont, mikor meséltünk. Meséltünk, igen. Mikor készítettük a dalt, akkor felregisztráltunk mi is erre a netes társkeresőre. Nem is így volt egyébként, hogy forgatás alkalmával, igen. És ott maradtam. És találkoztunk pár lányjal. Igazából kíváncsiak voltunk, hogy miket mondanak. És volt olyan lány, aki simán azt mondja, hogy ő tényleg nem a belsőre kíváncsi, ő arra kíváncsi, hogy te milyen kocsival jöttél, mit eszel, mit iszol, hova viszed, és ezt így nem büszkén mondta. Nem szimpatikus, de legalább őszinte. Igen. Ez mondjuk számodra pozitív, hogy legalább elmondja, hogy te hogy érkezel meg éppen? Nem. Igazából ez a dal is erről szól, hogy ez az egésznek egy ilyen beintés ezeknek a társkeresőknek. Jó, de mégis ezzel találkozunk nap, mint nap, tehát bárhova megyünk, ugye el szoktuk mondani, hogy kirakják a kulcsot, megérkeznek, a hölgyek bejönnek egy helyre, becsekkolnak, 3 perc múlva már valaki meghív őket egy körre, egy divatos italra. Igen, de ez abszolút csak a külsőségekre épül, és amikor egy jól működik egy kapcsolat, akkor nem azt mondjuk, hogy azért működik jól, mert mind a ketten jól nézünk ki, meg jók vagyunk, hanem azért, mert megtalálunk valami pluszt még a másikban, ami külsőleg nem látszik. De mit Rebekát választottatok a klipre? Mitől működhet jól egy kapcsolat? Mert ugye pont amit te mondtál, hogy nem csak jól nézünk ki, ugye én itt műsorban mondtam, hogy fölsépül egy kő, hogy állítok, nem vagytok együtt a barátoddal, de viszont nagyon jól néztek ki, a Völgyesi Gabi klipjében is láthattunk egy titeket. Köszönjük együtt, mint szépen. Egy pár, most téged külön láthatunk, az Instán óriás követőd vagyok, tehát látom a különböző szuper fotókat. Ja, igazából szerintem tényleg az, amit mondtál, hogy én, hogyha mondjuk olyannal találkoztam régebben, hogy egy pasi tényleg azzal kezdi, hogy akkor, mit tudom én, ennek a cégnek vagyok a feje, meg ennek, meg ez az én, azt így egyből kukat, tehát bocsánat, letoljon, nem érdekel, inkább menjünk el, mit tudom én, motorral, hátizsákkal, papucsban valahova, és akkor megismerem, hogy milyen, nem érdekelnek a külsőségek, és például a pesti éjszakában is azért utálok menni bizonyos szórakozóhelyekre, mert ezek a kirakkat emberek, és nem bírom. De most akkor, hogyha valaki megkeres, akkor mondjuk inkább egy motorozással, vagy egy hátizsákozással kezdjen? Most én nem most vagytok együtt a Dáviddal? Én most elmegyek egyedül hátizsákozni holnap, és most... Egyedül mész? Egyedül megyek. Én nagyon régóta szerettem volna, már évek óta, és beszélgettünk is így. De mondd már meg, hogy mi van veletek! Ezt nem teszek pontot a mondat végére, ezt így még hagyom. De miért akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk nem tudom, hogy van köztetek valami kis vihar, és hát akkor... Hát nyilván, mivel erről beszélgetünk, nyilván nem minden 100%-osan szuper, de erről most nem szeretnék beszélni, vagy nem szeretnék belemenni, hogy mit, miért, hogy... Aha. De mondjuk ilyenkor, amikor elmész táborozni, vagy elmész raftingolni, vagy nem tudom. Hát én mondjuk én szeretnék elmenni számháborúzni, senki nem jön velem, akkor egyébként... Számháborúzni? Ugye mennyire jó? Nagyon. De mondjuk nyitott vagy ilyenkor más emberek felé, akár nem. Férfiak felé? De ez most például, hogyha itt ki lesz mondva, hogy én egyedül vagyok, nekem nem az a célom, hogy hello srácok, itt vagyok, nem. Én egyedül szeretnék utazni, egyedül lenni, most ez hülyebbség, hogy megtalálni magamat, nem akarok ilyen bullshit dolgokat mondani, de nem, most engem így nem. Megmentelek akkor a nyáron, én belemondom akkor a kedves nézőknek is, úgy volt a képen, hogy Kárpáti Rebeka nem lesz, tehát hogyha igazából egyedül leszel, akkor sincs Kárpáti Rebeka, meg tudom megtalálni magam. De hogyan keressük meg akkor mondjuk abban a korosztályban, amiben te is vagy, a nőknek a belső értékét, hogyha mondjuk ők nem fegyen akarják ezt felszínre hozni, mint mondjuk a Rebeka is látszik, inkább elvonul magába.
Hát próbáljunk beszélgetni. Tehát, hogyha tényleg, ha... Én próbáltam, láthatod. De ő nyitott volt, elmondta, hogy most nem. És ez is egy megoldás, tényleg. Próbáljunk tényleg beszélgetni, nyitottak lenni, és hát, hogyha... De mi lehet az oka szerintetek annak, hogy nekem rengeteg olyan, akár fiú, akár lány van az ismeretségi körömben, akik szenvednek attól, hogy egyszerűen képtelenek normális embert találni, mert tényleg leginkább a külsőségek. Hát, mert a normálisak már foglaltak. Szerintem mindig az, vagy legalábbis ez az én tapasztalatom, hogy amikor nagyon akarod, akkor sose jön, és nekem mindig úgy volt, hogy amikor azt mondtam, elengedted most, hogy ne, akkor mindig akkor. Jó, de Rebeka, milyen típusú férfira lennél nyitott egyébként? Egy férfi. Olyan, aki, most sem ki ellen nem beszélek, meg most nem akarok olyan értékeket mondani, ami is volt, nem volt, stb. De nekem az kell, hogy ezt hülye hangzik, de hogy engem rendezzenek, ne én rendezzek. Mindegy, most bele tudnék menni. Férfi legyen, és ne neked kelljen hordani az olyan rágot. Agybe kis férfit keresik. Ezt most nem azért mondom, mert mondjuk az előző kapcsolatomban, vagy az előző kapcsolatomban ez egyáltalán vagy nem teljesült, csak most ezt érzem. Ja. Mondjuk ezt egyedül viszonylag nehéz lesz megtalálni, tehát hogy ez azért kellene valami. Jó, hát én a számáborút vállalom egyébként. Jó, lehet, benne vagyok. Hogy szerezzük még csapattagokat. Rendben. És mondjuk mire vágyunk szerinted mi férfiak a nőkben? Mert ugye látszik, hogy ugye akár a külsőségek miatt is, hogy a klasszikus minták mondjuk elvesztek, és mondjuk nincsenek klasszikus értelemben nők és férfiak, de mondjuk te mondjuk mire vágysz egy nőben? Mi az, ami téged megfog? Ez változó teljesen. Persze, minden erő vagy. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk a külső az nem számít, mert minden férfinak valamennyire számít. Majd lesz olyan öreg, mint én, és nem számít akkor, igen? Nem tudom. Tehát, hogyha látsz egy szép nőt, látod, hogy szép, és megpróbálsz vele kommunikálni. Miért lenne vége? De valami, az a plusz, az mindenkiben más lehet. És, igen, és ezt kell megtalálni, hogy te most lehet, hogy nem találtál meg valakiben, valami pluszt, amit még kerestél, de lehet, hogy egy másik emberben meg megtalálja. Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert van, hogy mondjuk papíron minden tökéletes, és minden passzol, és minden, ami eddig nem, és valamiért nem. Utolsó kérdésebek azt mondja, 70%-ban, ha valaki boldog, akkor azzal mondjuk leélhető egy élet? Jaj, ezt imádom. Ha 70%-ban vagy boldog, az az emberrel leélhető az élet? Én nem tudom, ha ez egy ilyen klasszikus belépő kérdés a Berkenél. 100%-ot ez volt a lényeg. Ja, nem, nincs tökéletes nyilván. Én se vagyok azt, ti se vagytok azok, de... Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Gratulálunk a sikeres államvizsgához, a jó kliphez.